Na cső, ebből a videóban az lesz a téma, hogy hogyan lesz ebből? Ez tök egyszerű, három dolog. Oké, meg még egy, hogy van egy edző. Éppen ezért van kérdőjel az arcán, gondolom nem így néz ki, ezt mi tettük oda. Mert amikor elkezdtem ezt az egészet, mármint edzeni, csináltam minden hülyeséget, rengeteg gyakorlatot, lábra, felső testre, és mindig arra hallgattam, akinek a legtöbb követője volt Instán, legtöbb lájkot kapta, szerintem mindenki érti, hogy miről beszélek. Aztán 2 éve elérkeztem ahhoz a ponthoz, nem tudom mi mozgatott, hogy elkezdtem erőbe menni, és minden megváltozott. Egyelőre nem mennék bele nagyon a részletekbe, a tudományos részébe, mert rengeteg videó van a YouTube-on, vannak nálam sokkal okosabbak, viszont meg tudom mutatni, hogy mit csináltam régen és mit csinálok most. Így azt terveztem, hogy a következő 3 videóval végigmegyek az alapgyakorlatokon, guggolás, felhúzás és a nyomás. Szóval ez az első videó a guggolásé, avagy a köztudatban úgy ér, hogy lábnap. Régen csináltam kiegészítőket lábra, de most a lábnak kimerül nekem annyiba, hogy guggolok, guggolok és guggolok. Nem azért, mert erőemelő vagyok és csak guggolás létezik, meg a másik kettő, hanem csináltam több mindent és 2 év után az edzőmmel arra jutottunk, hogy ami most történik, az nekem a legjobb. De nem egyszer, nem kétszer, hanem 3-szor guggolok egy héten, ma meglátjátok, hogy miért, mindegyiknek megvan a lejelentősége. Nézd meg az első napot! Day van, guggolás. Let's go! Bitch, I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the bottom, now my neighborhood is gated. They say drink to your accomplishments, so every night I'm faded. Tegnap költöztem el, és 5 órás sikerült aludni. Ilyenkor úgy szoktam idejönni a terembe, hogy nem készülök semmire. Számok be vannak írva, lesz ami lesz. Testileg teljesen ott volt. Kicsit mentálisan esett össze az egyszer egynél. De a back-off mai 162,5, 3x5 jobb volt, mint a múlt heti 160-ban 3x5. Szóval... keep going, baby. Let's go. Let's go. Szóval ez volt az első nap a 3-ból. Meglátjuk a kövit. Szerintem kicsit jobban rámegyek nagyobb súlyra. Próbálok, hát nem próbálok, biztos, hogy sikerül majd többet aludni. Ne is húzzuk az időt, ugorjunk a második napra, ami csütörtök.
fucking with your ass, it'd be like throwing a band out. Perfect. My lement a második guggolás. Annyit erről a hétről, hogy a költözés miatt eléggé az elmúlt 4 napban összesen tudtam aludni 16 órát, és próbáltam mégis a legtöbbet kihozni, ami hétfőn sikerült. Ma már nem. Na szóval az első két napról. Az első nap van egy nehéz egyszeregyem. Ez inkább azért van, mert nyilván erőemelő vagyok, és a versenyen az számít, hogy egy ismétlésbe mennyit tudsz belerakni. A 3x5 nekem ez vált be a legjobban, jelenleg ez hozza a legjobban az izomtömeget és az erőt. A második nap szinte majdnem ugyanez, van egy 1x3-as topsettem, ez is kicsit nehezebb, van egy 3x3-as backoffom. Azért van még egy topset, ez nem feltétlenül egy rohadt nehéz topset, de a lényeg, hogy észrevettük, hogy magasan kell tartani az intenzitást, és kicsit alacsonyabban a volumét, mert hogyha elveszünk az intenzitásból, akkor az egész erőm egyszerűen szétesik. Ez nekem, személy szerint másnak tökre más lehet a dolog, szóval. Na! Megnézzük az utcsó lapot, a harmadikat, az megint egy tök más, gyakorlat adott, guggolás. De nagyon-nagyon más jelentősége van. Az első szett 145-be, és úgy volt, hogy 145, 155 és 170 tempó, két ismétlések, 5 le, 1 tart, aztán fel. Sokkal jobbnak érzem a testem, meg mentálisan is, mint a második napon. Ez a 12 óra alvás az eléggé segített, viszont nem feltétlenül kockáztatnám meg, hogy felmegyek 170-ig. Nem az a kérdés, hogy meg lenne, csak hogy holnap hogy kelek fel. Tudni kell, mikor kell egy lépés hátrafele tenni, és ez most van. Regenerációba ez egy lépés előre, szóval progress az progress. Na, utolsó szett, aztán kicsi kiegészítés, kiegészítők, nem lábra, nem inkább felső testre, szóval nyomjuk. Tempo hugi volt, ami annyit
annyit jelent, hogy nem az a lényeg, hogy erősödjek, hanem hogy a technikám és a forma sokkal jobb legyen. Szóval sokkal jobban tudjam kezelni a súlyt. Ez nekem nagyon-nagyon sokat segített. Eleinte kétszer voltam, és sokkal nagyobb volt a volume, főleg a második napon. Ebből kicsit lecsíptünk, és átraktuk a második napnak a felét egy harmadik napra, ahol szóval igazából csak szét lehet osztva a volume, és ezen a harmadik napon inkább csak technikázom. Mint mondtam, nem akarok ajánlani senkinek semmit, tökre kezdő vagyok a sportban, nem akarom megmondani, hogy ezt csináld, ez lesz jó, azt csináld. De én, amit tudok ajánlani, az pedig ez a könyv. Amikor elkezdtem ezt az egészet magamtól, próbáltam rájönni, hogy akkor hogy is működik ez az erő, izomtömeg, hogy növeljük a dolgokat, kicsit specifikusabban rákeresni, és ez a könyv volt nekem a első lépés, és szerintem rohadt sokat segített. Ez a videó az ennyi, vége! Ha tetszett, dobd rá egy lájkot, iratkozz fel, nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy kommentbe írjatok, hogy mi érdekel, mi tetszik, mi nem tetszik, miből lehetne több, miből lehetne kevesebb, szóval léci, kommenteljetek. Na, szép estét, vagy reggelt, vagy délután, következő videóban találkozunk, cső!